kezdődik a nyári hakni. Hol járunk most? Hát nagyon régóta terveztük, hogy meghívtak ide az aranytollas újságíró közé, ami nagyon nagy tisztesség, mert egyrészt én nem vagyok se újságíró, se nincs aranytollam, de mégis valami kapcsolatunk van, ősi kapcsolatunk, hiszen apám is újságíró volt. Örülök annak, hogy itt van közöttünk, és mi meg elvihetjük azokat a okos gondolatokat szélesebb körben, amelyeket itt ma hallani fognak. Ketten effektív újságírók is voltak, tehát az íróság, drámaíróság, eszéíróság mellett mind a ketten napi újságban. Tudósításokat írtak, vagy tudósításokat? Kritikát is apám, nagyapám meg, tudósításokat, egyáltalán mindent, ami vele történt, azt ő komolyan. Tudod, hogy hova írtak? Melyik újságban írtak? Az estlapokban. Est, Magyarország és nem tudom mi volt a harmadik, három nap újság, ahol neki állandó rovata volt, és gyakorlatilag ott várták, hogy lesben a kávéhoz, vagy mikor firkantja le az aznapi cikket, mert minden fontos volt, amit írt. Apám meg rendszeres kolumnista volt a Magyar Nemzetben. Ez akkor megérített, hogy egy hónappal ezelőtt megszűnt a Magyar Nemzet? Hát nagyon. Apámat különösen megérítette volna, mert neki a Magyar Nemzet az etalon volt, és tényleg a hangadó, mérvadó újság. Az esemény miatt neveztettél szakállat? Az ilyen újságírás? Nem. A szakállam miatt lett ez az esemény. Öröm számomra, hogy itt tudtad, üdvözölhetjük közöttünk. Cinivel való kapcsolatom az nagyon feszült és sokszor nagyon ambivalens volt. Tehát, na, imádtam a Cinit, remek volt vele együtt lenni. Az ember úgy érezte, hogy fölemelkedik egy más szférába az anekdóták és a bölcsességek világában, a másik oldalon meg elviselhetetlenül nyomasztó. És most már azt hiszem, ez irodalom történet, már beszéltek róla így, hiszen meg is próbáltam írni a könyvben, tehát hogy nem volt könnyű apa. Tehát nem volt könnyű vele kamaszként. Apád nem akart, hogy író legyél, és te nem is lettél író, ezek után áruld el, mert én folyton gyanakszom, hogy a nálatok bemutatásra kerülő darabokban túl a rendezői és a dramaturgi feladatokon mennyit írsz bele ezekbe a darabokba? Ez nagyon ateljé kérdés, ilyet nem érjük egy színigazgatótól kérdezni. Kazimírtól kérdezték, hogy mennyit dolgozik vele, és akkor kiderült, hogy minden darabból kap jogdíjat, mert mindenben beleírt valamit. Nálunk a jogdíj, ez nem probléma, mert nem kapok. Viszont csak akkor nyúlom bele, hogyha úgy érzem, hogy valamiért bele kell, de azt nem ilyen demonstratíve teszem, hanem most például az Oscar Wilde, most akkor elárulom, hogy Mami van, nem mindig az a legérdekesebb, most Oscar Wilde bömböriére kérdezek, oké, készülök, és elolvastam az összes felelhető magyar fordítást, Mikes Lajos, Karinti Frigyes, Hevesi Sándor, Nádasdy Ádám és Elfriede Jellinek változatát ismerem, és esküszöm, hogy a Karinti a legjobb. Nem azért, mert Karinti Színház, de van benne az a pici kis zamar, mert ő először fordította le, de aztán a színészettel úgy gondoltam, hogy voltak kisebb filmszerepeim, meg jogok, de nem voltam kimagasló, igen, és inkább az egészet akartam látni. És most is kérdezik a színészek, hogyha megbetegszem, már tanulod a szöveget? És mondom, nem, akkor inkább egy színészt hívok, mert én kívülről szeretem nézni az egészet.